November 9-én Máté Ádám karrierje egy új szakaszhoz ér. A 21 éves soproni bunyós Angliában lép kötelek közé a veretlen George Michael Carman ellen. A mérkőzés tétje az IBO kisváltó súlyú ifjúsági világbajnoki címe lesz. Lejöv megszerzése természetesen hatalmas előrelépés lenne a rossz fiú karrierjében. A veretlen ellenfél ráadásul nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, hiszen eddig csak negatív rekordú ellenfeleket győzött le, igaz az év elején begyűjtötte a WBC ifjúsági ezüstövét váltósúlyban. A mindig magabiztos Máté az utolsó simításokat már Budapesten végzi a címmérkőzés előtt, és érezhetően remek formában várja az összecsapást. Most lemaradtál, aki bízik magában egyedül, az lesz csak nyertes. Egy férfi legyen kitartó, nem csak pár percig lelkes. A sok edzés hozza majd a megérdemelt sikert. A ringben az utcák király, aki már sofogat kivel. Az ökle, mint egy géppuska, te már homályosan látsz. Gyerünkes út csapjál oda, csak szokásos alját. Hidd el, nagy kárt is lehet okozni kesztyűs kézzel. Ne a harag uraljon soha, inkább tűzj észre. Lát, igen, mindenki kemény vagy, mint egy szikla. Bízál magadba, hidd el, ez a győzelem titka. Üsd ki az összesetnek, kegyelmez a menetekben. Falura válik minden álom, hiszen nincs lehetetlen. Lát, figyel, mindenki kemény vagy, mint egy szikla. Bízál magadba, hidd el, ez a győzelem titka. Üsd ki az összesetnek, kegyelmez a menetekben. Falura válik minden álom, hiszen nincs lehetetlen. A szem lángol, a kéz az már ötölbe van szorítva. Bárki állhat előtte, tudni meg lesz borítva. Minden mozdulatot feszültem, figyel a csarnok. De már most sejti mindenki azt, hogy ki lesz a bajnok. Bukják a pénzüket azok, akik nem ráfogadtak. A rossz fiú öklei már sokan sok meglátogattak. Elég neked pár perc, a pirómán számol. Meg született a nyertes, örjön a rajongó tábor. Ha ellenem is végrendeletet írjál mindenképp. Egy profi nem csak észnék utámat, hanem mindent vér. Az áldozat nem bírja, mikor a fad majd egy csapra. A győzelem lepek előtte, másra nem gondol csak rá. Az igazi harcos tetteit sose felejtik el. Egy bajnok hitel nem kevés felel. Hogy bele mindent vagy a neved, a homályba fészel. Ne a harag uraljon, soha inkább tűzd észre. Igazából azt mondhatom, hogy hiába ő angol, de viszont egy nyelvet beszélünk, az a box nyelve. És az viszont ott fog eldönteni, hogy mit tudok előadni, és mit nem, de mindenképp megpróbálom. És jó boxot csinálni. Én úgy érzem, hogy a Máté Ádám nagyon jó formában van. Nagyon szurkolok neki, hogy világbajnokként érjen haza. És örülök, hogy segíthettem én is a felkészülését. És ez nekem is egy nagyon jó felkészülés volt, mert egy nagyon jó kesztyűpartner. Remélem, hogy nagyon jól fog menni a meccs, és hogy tényleg világbajnokként tud hazatérni, szurkolok neki. Egy dolog a pluszban vagyok, a GFC-gál óta nem félek a vereségtől, és akkor felszabadultabban fog boxolni, és törekszem arra, hogy hazahozzam azt az övet. Nagyon jó, ebben a súlyban én úgy érzem, hogy egy nagy ütőerővel rendelkezik, illetve nagyon cselesen adja elő a jobb meg a bal kezeit, mikor lelógatva abból indít, akár egyeneseket, akár horgokat, és azt jó erővel meg is tudja húzni. Úgyhogy szerintem mindegyik ütésében ott lesz a meccsen a KO, és úgyhogy biztos, hogy egy nagyon élvezetes mérkőzést fog produkálni. Az edzést követően már az óbudai Corinthia Aquincum Hotelben nyilatkozott Petrányi Zoltán menedzser, illetve Máté Ádám is megosztott még néhány gondolatot stábunkkal a címmérkőzéssel kapcsolatban. Tudom, hogy ez nagyon sablonszögnek hallatszik, meg már sokszor elmondták mások is, viszont én teljesen úgy gondolom, hát Ádámmal beszélgett, hogy látod, hogy határozott szándékom megy külföldre, meg is beszéltük, korábban elmondta, hogy nem akar fel az ember lenni, ami annyit ilyen nem akar utolsó pillanatban kiugrani egy címmeccs, hát most időben megtudta a mérkőzést, és maximális önbizalommal szárink be. Én úgy látom, mai edzést is megmondom őszintén, hogy abszolút pozitívan értékelem, gyors volt, pattogós volt, a Micskosanyi egy ragyogó partner volt hozzá, igazából azt mondhatom, hogy mind a kettőknek hasznos volt a mai kesztyűzés, meg ebből ezt meg fogjuk többször ismételni. És itt lehetne jósolgatni, mondhatnék bármit, hogy igen, majd ez lesz, meg az lesz. Én nem akarok jósolgatni. Én egyet szeretnék az, hogy Ádám legalább annyira élvezze a mérkőzést kint, mint ahogy a mai edzésen élvezte a kesztyűzést. Én úgy gondolom, hogy az ő stílusa akkor fog maximálisan érvényesülni, ha élvezi a bunyót. Ha évező bunyót, akkor az ellenfél nem lesz gond. Ott lesznek még a bírók, mi idegen pályán leszünk, de ezzel nem akarok foglalkozni egyelőre. Hát beszélgettem Ádámmal, tehát el sem tudja képzelni, hogy ő ne nyerjen. Itt szinte csak az a kérdés, hogy most mikor fogja kijutni. Még a pontozáson sem gondolkodik. Hát legyen így. A menedzseremmel Petrányi Zoltánnal megbeszéltem, hogy akkor válunk egy címmeccset, hogyha időben tudjuk. Ezt nagyon korrektül teljesítette. Nagyon sokat segített a felkészülésben, hogy most is itt a hétvégét együtt töltjük. Azért mégis jobban összeszokjuk, mert még nem voltunk együtt úgy külföldi versenyen, hogy ő lett volna fönn a ringbe. Szerintem nagyon jó páros leszünk, megfogadom a tanácsát, ő is 100%-osan bízik bennem,
És tényleg győzni megyünk ki. Ádámot nem ápolgatni kell, nagyon erős lelkileg. Én a itthoni meccseken ezt láttam tőle. Ugye a hozzászólásából abszolút ez derül ki, hogy van önbizalma. Nagyon bízom benne, hogy az önbizalom, és nagyon úgy ez ilyen, ez önbizalom, ez kint is megvan utolsó pillanatig. Tehát őt nem ápolgatni kell, kicsit irányítgatni kell. Ő fog érezni a meccsen, mit kell csinálni, de valamit ő nem érez, azt nekem kintről látni kell. Én persze ez is olyan beképzelte hangzik, úgy érzem, hogy szoktam látni, hogy egy-egy ellenféllel adott szituáció mit lehet kezdeni. Az, hogy ha én ezt jól fogom észrevenni, és tényleg így lesz, meglátjuk. Ádám pedig, amit kérek tőle, meg tudja csinálni, akkor nagyon nagy esély van a győzelemre. Anglia egy olyan hely, ugye nagyon szeretik az ökölvívást, nagyon szeretik a boxolókat, és ugye nem a másik az idegen boxoló ellen üvöltöznek és szurkolnak, hanem a saját boxolójukat értetik. Mivel én nem értem azt, hogy mit mondanak, vagy mit. Egy nyelvet tényleg beszélünk, az a box, és az két ember között fog igazából eldőlni ott a ringbe, nem több ezer ember és szurkoló között.